Kedves nézőnk, önök az Ismerős című műsorunkat látják a Pannon televízióba. Köszöntöm önöket. Vendégünk pedig ez alkalommal Felszegi Dalma, egy fiatal zongoraművész hölgy, akit nagy szeretettel köszöntök és köszöntelek. A klasszikus zene világába indultál el még annak idején, hiszen olyan nagyon nagy régi időket nem kell még mondanunk, hiszen a 20 éveinek az első felében tartasz még, és hát nem sokára elvégzed a Zeneakadémiát. Talán pár hónap vagy egy pár hét választ el mindettől, és mind mellette 2 évvel ezelőtt már elkezdtél foglalkozni a könnyűzenei műfajjal, együttest alapítottál, tehát elindultál ebbe az irányba is. Nagyon sok művészben zubog ez a kettősség, tehát többen vannak ezzel így, van, aki később tér egy másik irányba. Te hogy vagy ezzel? Hogy voltál ezzel? Mi az az a pillanat, ami téged megindította a könnyűzene világába? Igazából én régen, amikor elkezdtem komolyabban a komoly zenélést, nagyon-nagyon megszállott és fanatikus voltam, egész nap gyakoroltam, különböző CD-ket hallgattam, partitúrákat nézegettem, és abszolút ebbe éltem. De emellett mindig érdekelt így a jazz műfaja is, és sok koncerten részt vettem. És egy idő után elkezdtem érezni, hogy valami hiányzik az életemből, tehát hogy mi ugye a komoly zenébe interpretálunk elsődlegesen, és valamennyire azért meg van kötve a kezünk. És valahogy elkezdett hiányozni ez az igazi szabadság, és ugye a jazz az maga az improvizáció műfaja. Amikor elkezdtem ezzel így kifejezetten foglalkozni, meg akkor elkezdtem bejárni a Zeneakadémián a jazz tanszakra, látogatni az órákat így szorgalomból, akkor kezdtem így érezni, hogy most megtaláltam valamit, ami eddig hiányzott. És úgy voltam vele, hogy miért ne vághatnék bele, elvégre még fiatal vagyok, és elkezdtem különböző emberekkel megismerkedni, akik jazzzenészek, és akkor jött a blues, tehát, és így, mint egy lavina, ez így beindult. A mesterek, tanárok, oktatók nagy hatással vannak az emberre, sőt a zene történet, zeneirodalomnak a nagy alakja is. Rád ki volt ilyen meghatározó hatással? Hát komoly zenében Chopin nagyon-nagyon-nagyon, tehát hogy annyira éreztem vele valamilyen közelséget. Aztán az elmúlt 1-2 évvel kezdtem az oroszok felé húzódni inkább, tehát hogy Rachmaninov, Prokofjev zenéje, azok így nagyon megmozgatnak, és egyébként ugyanígy vagyok a kortárs zenével is, tehát hogy az ilyen különböző, amikor mondjuk egy zongorát preparálnak, azaz beraknak a belsejébe ilyen csipeszeket, meg papírokat, itt is olyan érdekes hangzásvilágok tudnak. Tehát valószínűleg a könnyű zenébe is ez az, ami így megfogott, hogy számomra ismeretlen területekre utazhatok el, mert azért a komoly zenébe a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolába jártam, és ott azért a 4 év alatt ott azért megtanítják így átfogóan az egész zeneirodalmat, főleg, hogyha még önszorgalomból is ugye utána nézek dolgoknak, és most azt érzem, hogy ez még egy olyan területe a zenének, amit így fel szeretnék térképezni. A zongora hangszered, az eredeti hangszered. Hogy került a zongora a kezed ügyébe? Hát esetleg te is furján tanultál? Nem, az kimaradt. Hát, ugye 1 év szolfés tanulás után lehet elkezdeni hangszeren tanulni, és valahogy én úgy azt mondtam anyukámnak, hogy nekem jó ez a szolfés így, hogy van, én nem szeretnék hangszeren tanulni. Sokan nem szeretik azt. Igen, és akkor mondja, hogy kislányom, hát azért válasz valami hangszert, hogy zeneiskolába jársz, és akkor mondom, hát jó, akkor legyen a zongora. És ez így sokáig így volt, hogy ilyen felületes volt úgymond a kapcsolatom a hangszerrel, és egyszer csak volt egy ilyen mérföldkő, amikor megkaptam életem első Chopin CD-jét, és meghallgattam, és így teljes elmulatba kerültem tőle. Utána a Pécsi Művészeti tanárom is adott egy CD-t, ami el is tele volt zongora versenyekkel, és leesett az állam, és az volt az a, én bekattanásnak hívom, mert hogy tényleg akkor kezdtem el így fanatikusan gyakorolni. És utána magántanuló is lettem a konziba, tehát hogy tényleg egész napomat a hangszer mellett töltöttem. A művészeti gimben ki volt a tanárod? Forgó György.
forgó, hogy neki van egy fia, a Benjamin, és úgy tudom, hogy ti ketten valamikor 2014-ben volt ez a Virtuózok, és annak az elődöntőjében ott szerepeltettek. Hogy volt ez nálatok? Igen. Fú, hát a Benny, ő nem is tudom, hogy meddig jutott. Én az első tévés adásig arra emlékszem. Hát ez ilyen kis jópofa megmérettetés volt, meg így mégis érdekes. És nem olyan régen, azt hiszem 2018-ban lehetett, volt Vácon egy ilyen Danubia talentummal kapcsolatos valami nemzetközi zongora verseny, pedig négykezes. Hát az négykezes kategóriába indultunk, és igazából kifejezetten arra a versenyre így összeálltunk, mert elvégre több éve ismertük egymást, és akkor megkerestem, hogy Benny, nincs kedve ez a versenyhez, és akkor mondta, de hogy nem, és akkor mentünk, és tök jól sült el, úgyhogy klassz volt. A zeneakadémiai évek mit jelentenek számodra, hiszen nem sokára ugye említettük az elején, hogy végzel. Igen, hát ez egy ilyen hatalmas vágy volt oda bekerülni, tehát hogy én erről csak álmodoztam konziba, aztán hát nagyon-nagyon szuper mesterektől lehetett ott tanulni, az biztos. Most arra kezdem azt érezni, hogy most már szeretnék így önállóan dolgozni a saját kis dolgaimon. A zenén belül is nagyon sok dolog érdekel, például zenét írni, meg ugye az életembe lépett az elektromos gitár is másfél évvel ezelőtt, és most már tényleg erre az önálló munkára lenne szükségem, hogy a saját kis ötleteimet megvalósítsam. Történt már zeneszerzés a részedről? Igen. Most pont egy-két hónappal ezelőtt készült el a kis, hát én házi stúdiónak mondom, mert igazából nem kell hozzá sok mindent, tehát egy jó laptop, egy interfész, tehát egy hangkártya, és igazából hangszerekkel veszem körül magam, tehát hogy minden lehetséges, és most már tudok saját zenét írni így módon. És ez már egy kicsit a könnyű zenemű fajába is visz, hiszen két évvel ezelőtt két éve tehető vissza, hogy egy együttest is alapítottál, egy kis zenekar, és azzal együtt komolyan ügyködtök már. Milyen eredményeitek vannak, álltatok össze? Hát ez a Voodoo Mind Session projekt igazából egy nagyon kedves régi ismerősömmel, akivel egyébként egy színtársulatban dolgoztunk együtt. Ő keresett fel két évvel ezelőtt talán, hogy lenne kedvem egy zenekarba billentyűzni, meg pont akkor abban a korszakomban voltam, amikor elkezdtem belépni ebbe a világba, és akkor mondom, persze, ezzel örömmel. És így kezdtünk el dolgozni, akkor még egy ilyen fixebb formációval, aztán velük így elváltak az útjaink, tehát hogy arra jutottunk, hogy mások a prioritások az életünkben, és mi ezt komolyabban szeretnénk. És akkor találtuk ki ezt a szisztémát, hogy a saját zenéinket játsszuk, viszont mindig meghívott zenészekkel vesszük fel ezeket a dalokat házilag. És így még azzal a fix csapattal ki is adtunk egy kis lemezt, ezt pont egy éve februárban jelent meg. Azóta kijött még egy lyrics videónk is, illetve az első klipünket is bemutathattuk február elején, és most már a második kis lemezünkön dolgozunk. Amikor zenét írsz, zenét szerzel, akkor ez milyen tartalmi gondolatiságot tükröz? Mi van benne? Hogy indulsz el a zenei részre, a dalamokra koncentrálsz, vagy talán van valami egyéb mondani valója, története is? Hát ez nagyon sok mindentől függ, tehát én mostanában ugye a saját lelkiállapotomat próbálom megragadni, tehát hogy a legindokolatlanabb időszakokban jöhet egy jó ötlet, tehát akár csak mondjuk késő este hazafelé sétálva valami dallam befészkeli magát a fejedbe, és akkor gyorsan felveszed, hogy azért ne vesszen el ez az ötlet, vagy vannak olyan időszakai az embernek, amikor inkább így magába zárkózik, és ez rám mondjuk olyan hatással volt, hogy így, mivel egyedül voltam, ezért egy ilyen nagyon mély, intim dolog jött ki belőlem, és tehát, hogy nagyon változó, viszont néha meg csak így jó kedved van, és akkor eszedbe jut valami kis fánki, és akkor elkezded játszani, tehát, hogy mindig van egy alapötlet, és akkor azt bontogatjuk ki. Vannak már komolyabb szerzemények is, úgy tudom, kettő, ha jól tudom, és a legnagyobb videó megosztón látható. Melyek ezek? Mi a keretkezésük története?
Igen, hát szerintem amire gondolsz, az ugye a klipünk, ami február elején jelent meg, a Chasing névre hallgat. És hát ez egy ilyen kis finomabb R&B-s számunk, és igazából nagyon szerencsés helyzetbe alakult ez, mert akik szerepelnek a klipbe, meg így az egész stáb, ők a barátainkból állnak, tehát hogy ilyen nagyon jól kijött ez az egész, és két napig forgattunk, és nagyon-nagyon jó volt a hangulat, mind a mellett, hogy régóta ismerjük egymást. A másik lépetet, mert két kislemezről tudok, ugye? Hát van egy kislemez, ami már megjelent, illetve a másodikon most dolgozunk, és ezen kívül van még egy ilyen lyrics videónk, amit igazából egy ilyen régi forgatás anyagából vágtunk össze, és azt így, hát így agyon retusálva egy ilyen modernebb hangulatot kaptunk. Az együttes, mutasd be egy picit, mi a nevetek, hányan vagytok, hogyan toborzódott a csapat? Igen, hát ez a Voodoo Mind, és ugye ketten vagyunk, tehát ezzel a Hegedűs Dani egyébként gitáros barátommal csináljuk, és igazából tényleg ennek az a szépsége, hogy mindig másokkal dolgozunk együtt, tehát hogy írunk számokat, és ugye rengeteg ilyen fantasztikus zenész ismerőseink vannak, és tényleg csak ennyi, hogy rájuk írunk, hogy szia, lenne ez kedved? Persze, mikor, hogy küld az anyagot, és akkor így jönnek, és hogyha már így erre rátértünk, szeretnék mesélni a most következő kislemezünknek a közreműködőiről. Legnagyobb örömömre, akiket így kiszemeltünk, mindenki elfogadta a megkeresésünket, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk. A közönsége való személyes találkozás, ez mennyire hat inspirálólag, mennyire dob fel, mennyire tölt el valami kellemes jó izgalommal, vagy még kicsit az elején vagytok, és azért még ezzel is dolgozni kell? Hát ez a projekt még nagyon kezdetleges, tehát rengeteget háttérmunkázunk, ugye arculatot építünk. Eddig igazából egy ilyen nyilvános dolog volt, az egy tehetségkutatón szerepeltünk a top 10-be, az így elég klassz volt, illetve hát most még ugye a debütáló koncertünket tervezgetjük. Most először ezt a második kislemezt szeretnénk felvenni, illetve nekünk az már elég jó visszajelzés, hogy rengeteg barátom így rám írogat, zenészbarátok, hogy hát hallottam ezt a számotokat, és hogy egyébként ők is így szívesen jönnének közreműködni a számokba, és ez minket akkora örömmel tölt el, hogy egyelőre most így ebben a stádiumban vagyunk. Mekkora körbe szeretnétek a zenéteket elvinni, tehát országos szintre, vagy talán még azon túlra, és milyen terveitek, perspektíváitok vannak ilyen téren? Hát tisztában vagyunk azzal, hogy ez valamelyest, ez nem a mainstream pop zene, és hogy bizony réteg zene, tehát hogy kaptunk ilyen kritikákat, hogy nagyon klasszak a számok, de hogy ez úgymond túl igényes egy ilyen standard pop zenéhez, úgyhogy nem tudom így bekategorizálni magunkat, mert mindig valami más műfaj, tehát írtunk rock számot is, írtunk funkit, R&B, tehát mindenféle van, és hát elsődlegesen itt az országban szeretnénk így ezt a, mint kezdeményezés, mert szerintem ez egy elég egyedülálló dolog itthon, hogy így nincs fix formáció, és majd a koncerteken is ugye mindig mások fognak jönni hozzánk zenélni. Mi ketten vagyunk a Danival így fixen. A Zeneakadémián hogy fogadják ezt a fajta kezdeményezéseteket? Hogy állnak hozzá, biztatnak, vagy óva intenek? Hogy vannak vele? Igen, hát én most arra kezdtem eljutni odáig, hogy felvállalom magam és ezt az érdeklődésemet. Én úgy látom, hogy támogatnak abszolút. Persze
ez valamelyest egy ilyen lestrapáltsággal is jár, tehát hogy nem feltétlenül van minden nap 5 órám így gyakorolni, pláne úgy, hogy ugye színházakban dolgozom, illetve így a saját kis dolgaimat is, meg zenekarokat is vinni, szóval nehéz időnként, de támogatnak. Említetted épp ebben a pillanatban, színházakban is dolgozol, én az Operett Színházról tudok, ott milyen feladataid vannak? Tudsz valami kulisszatitkot ellesni, ami építőleg hathat rád? Igen, hát az Operett Színházba azt hiszem 2 évvel ezelőtt kerültem be. Az első lehetőségem az Szegeden a szabadtéri játékokon tudtunk játszani az Operett Színház zenekarával, az Apáca Show Musicalt. És azóta vagyok ott, tehát mint zenekari játékos egyelőre, aztán ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Konkrét munkahelyed van-e már, ha levizsgáztál? Egyelőre nem szeretném így lekötni magam sehol, őszintén szólva, tehát hogy szeretek mindenhol egy picit ott lenni, tehát ezt szokták is rám mondani, hogy Dalmat, így mindenhol ott vagy egy picit. És hogy ez nekem nagyon klassz, és ugyanígy a Víg Színházban is egy kedves barátom lehetőséget adott, hogy ott is a zenekarba játszani, de voltam, meg vagyok is korrepetítor helyeken, tehát hogy nagyon szeretem ezt a sokféle, hogy nem csak minden nap ugyanazt, hanem hogy egyik nap ez, másik nap az, és ez így nagyon izgalmas. Hát igen, ez pontosan az. Több ember lakik benned is, ahogy így elhallgatlak. Kitöltöd a napjaidat, ahogy így elhallgatlak, de sok embernek mondjuk a zene, a hétköznap emberének sokszor a zene a hobbija, a zenehallgatás, vagy valamilyen kisebb amatőr szinten egy-egy hangszere való ismerkedés és zenejátszás. Neked mi a hobbid? Van-e még ezen kívül hobbid? Lehet, hogy a hobbid a munkád, a hobbid ilyen is van, el tudom képzelni, de van-e abszolút még mondjuk valami sport, vagy egyéb olyan tevékenység, ami nagyon fontos számodra, hogy kiegészíts még ezt? Igen, hát ezek a dolgok így szinte 100%-ban, sőt, hát kitöltik teljesen az életemet, és tényleg valóban a munkám a hobbim, szerencsére. Viszont hát elengedhetetlen a sportolás például egy ember életébe, és ott is szeretek így sokféle dolgot kipróbálni, hogy hát eljárok futni, de voltam nemrég boxedzésen például, meg néha jógázni beugrok, tehát éppen ami ez így van kedvem, azt csinálom. Illetve hát ez nem hobbi, meg megint csak zenéhez kötődik, de hogy nagyon szeretek ilyen jam sessionökre lejárni, tehát ahol kifejezetten én improvizatív zene van. Édes Nagyanat, említetted az elején, hogy hát neképpen azért valamilyen módon támogatott vagy, belefolyt a kezdeményezés dolgaidba. Amúgy a család mennyire állt melletted, így komplexen vannak-e testvéreid, akik esetleg szintén zenészek? Hogy van ez? Igen, hát édesanyám fuvolázott egyébként, tehát hogy a zene az mindig egy tényező volt az életünkben. Engem orvosi pályára szántak, több-kevesebb sikerrel. De végül is egy idő után, tehát amikor látták, hogy ennyire fanatikusan csinálom, és csak így tudom elképzelni az életemet, akkor így beadták a derekukat, hogy jó, meg hogy a tanáraim is azért mondták, hogy érdemes ezzel foglalkoznom. Szóval így, de abszolút támogatnak és bíznak bennem, és látják, hogy így egyedül is megállom a helyemet. Most jelenleg mind dolgoztok, mi a következő lépés zeneileg? Hát én most a diplomakoncertemre készülök, az zongora diplomakoncertemre a Zeneakadémián. Reméljük, hogy hát május elején lesz, szóval valószínűleg tolódik. És ezt követően még jövőre van egy évem az egyetemen, ahol szakdolgozatot, meg tanítási gyakorlat, ilyen hasonló dolgok lesznek, és utána, hát ez még ilyen nagyon terv, de hogy szeretnék különböző jazz zongoristákhoz eljárni órákra, akár magánúton, akár rendesen oktatásban. Akkor 2021-ig megvannak a tervek. Igen. Köszönöm szépen, hogy találkoztunk, hogy befáradtál ide, és nagyon sok érdekes dolgot meséltél, ami sok fiatalnak építő módon hathat sok fiatalra, és ötletet is adtál sok embernek. Köszönöm még egyszer, és sok sikert kívánok. Köszönöm Dalma szépen. Kedves nézőink, Önök az Ismerős látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!